estét kívánok, köszöntöm a hajrá nézőit! 6 arany és 3 ezüst az úszonyos úszók két legfontosabb világversenyén. Senánszky Petra éremtermése az elmúlt két hétből. Ma ő a vendégem és edzője Kókai Dávid, akikről tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. Sziasztok, köszöntelek a műsorban titeket, és köszöntelek itt van titeket. Itt a hosszú amerikai túra után. Hát tényleg ugye szokták mondani közhelyesen, hogy így a jelzők elfogynak egy idő után, és hát nálatok abszolút erről van most itt szó. Láthatjuk itt az asztalon is, hogy lassan mehetnénk a mélybe, ennyi arany és ezüst éremmel. Tartalmas hetek vannak mögöttetek, ugye világjátékok az Egyesült Államokban, aztán pedig Kolumbiában a világbajnokság. Petra, tudtuk, hogy úgy mész ki, hogy ez lesz a legutolsó világjátékokod, ami ugye az olimpiai sportág, vagy az olimpiának felel meg itt ugye az úszonyos úszók között, és hát teljesültek az elvárások? Igen, igen. Persze örültem volna nagyon, hogyha 50 méteren az a 200-ad még sikerül, és akkor világcsúcsot úszok, meg 100-an is nagyon közel voltam hozzá, de így vele gondolva, meg ott a versenyen sem éreztem a hiányát annak, hogy világcsúcsot kellett volna úsznom. A két aranyért mentem, az 50 és 100 méter úszonyos gyorsúszásba, hogy megvédjem a címeimet, és hát az, hogy a váltóval, 400-400 méteres felszíni váltóval oda tudtunk érni a második helyre, az meg szerintem egy történelmi siker, mert még nem volt dobogós 400-as váltó így világjátékokon. Nem volt rajta a nyomás esetleg, hogy címvédőként mész oda, tudtuk, hogy ugye nagyon készülsz rá, talán nem lesz több ilyen már, vagy így a rutin az kihozta az eredményt? Meglepően izgultam amúgy a versenyen. Előtte nem, előtte nyugodt voltam, viszont ott a helyszínen, meg ott a versenyszámok előtt nagyon izgultam. És szerintem azért inkább, hogy itt a világjátékokon csak egy lehetőségünk van, nincs előfutam döntő, itt a legjobb 8 versenyző megy a világból, és ott egyszer van lehetőség tényleg úszni, nem tudom, hogy éppen hogy állok, főleg az első versenyszám előtt volt egy nagyobb izgalom, de a 100 méter előtt is, és sajnos egy kicsit rossz volt ez az úszoda, amiben kellett teljesíteni, úgyhogy nem volt az igazi, talán hát mondhatjuk életem legrosszabb medencéje volt, amiben kellett úszni ezeket a versenyszámokat, úgyhogy kicsit sajnáltam, hogy ilyen volt a körülmény, de amúgy meg mindenkinek ez volt a helyzet, ehhez kellett alkalmazkodni, úgyhogy örülök neki, hogy tényleg majdnem megúsztam a legjobbjaimat. Közben, hogy a kedves nézők láthatták is a Petra úszásait, hát azért a mezőnyt úgy állva hagytad, akár az 50, akár a 100 méteren. Vezetőedzőhöz fordulok, következő főszereplője ott ugye a medence partjáról. Mennyire volt tényleg ez egy jó verseny, mennyire voltál elégedett akár Petrával, picit először az ő teljesítményt boncolgassuk, és az egész magyar csapatét, hiszen tudjuk, hogy azért egy szép számú válogatott keret utazott ki az Egyesült Államokba. Petra esetében tudni kell az előző kérdésedre, hogy én is reagáljak, hogy mekkora nyomás volt esetleg rajta, hogy ő 2013 óta veretlen 50 és 120-as gyorsan a nemzetközi mezőnyben. Ez azt jelenti, hogy számításaim szerint 136-szor ugrott már úgy vízbe, hogy nem talált legyőzőre. Úgyhogy ezt a nyomást ő már szerintem megszokta. Az, hogy ami a nehézséget okozta, az tényleg ez, amit mondott, hogy itt egyetlen egy úszásról van szó, nincs előfutam, nincsen döntő, készülsz már rá 5 éve, és ott abban a 20 és fél másodpercben kell hibátlanul teljesítened, de én azt gondolom, hogy ez az a dolog, amiben ő a legjobb a világon, hogy hibátlanul le tudta hozni ezt az összes 138 vízbeugrást. Az, hogy ennyivel jobb a mezőnynél, azt mondjuk lehetett sejteni, azt tudtuk, bár azt is kiemelném, hogy ő tudott a legjobban alkalmazkodni ezekhez a körülményekhez, azért az egy idegen földrész, teljesen más klíma, úszó világbajnoksággal a háta mögött érkezett oda, ami eleve okozott már egy olyan hangulati csúcspontot előtte, amit így szakmailag azért nehéz volt menedzselni, hogy ez még egyszer kijöjjön ilyen rövid időn belül. Az, hogy ő ott ennyire meg tudta közelíteni a legjobb időeredményeit, az számomra azt mutatja, hogy fizikálisan lényegesen jobb volt, mint 5 évvel ezelőtt, amikor azokat a világcsúcsokat felállította. Most ezek az időeredmények születtek, én nagyon örültem neki, hogy ilyen közel tudott úszni hozzájuk. Milyen volt a többi magyar versenyző? Ugye azért nem csak Petra szerzett érmet, is tudjuk, hogy nagyon készült az egész szövetség erre a megméretetésre. Igen, nagyon jó döntésnek bizonyult, hogy hamarabb kiutaztunk. Még a
két nappal hamarabbi beérkezéshez képest is két nappal hamarabb, hiszen így például meg tudtuk szerezni a 8 eltűnt bőröndünket, ami az út közben elmaradt, ami azért jól jött a verseny alkalmával, de az akklimatizációhoz is ez nagyon kellett. Hát történelmi siker volt így csapatszinten is, nem csak az érmek számát tekintve, hanem a helyezések számát tekintve is. Tökéletesen tudott alkalmazkodni tényleg mindenki a körülményekhez. És itt, ha nem is megyünk le teljesen egyéni szintekig, hiszen voltak, akik azért időeredményben mondjuk egy picit elmaradtak attól, amit így megálmodtak maguknak, de itt a helyezésekért mentünk, mindenkinek alkalmazkodnia kellett, és a magyar csapat volt ebben a legjobb. Picit meséltek már a háttérről, tehát világjátékok ugye majdnem olyan, mint egy olimpia, hogy kell ezt elképzelni, tényleg egy ilyen egész nagy fesztivál jellege van, és tényleg a sportolók ott abszolút az első számúak, és hát gondolom megvan az a körülrajongás is, amit ugye ilyenkor az ember elvárhat. Igen, igen, nekem nagyon tetszett amúgy a szervezés, szép helyen voltunk, ott a helyi egyetemen voltunk elszállásolva, közös volt az étkezés, de nagyon figyeltek a vírushelyzet miatt az ilyen dolgokra, és tényleg jól éreztük magunkat, az meg külön öröm volt számomra, hogy megkaptam a napsportolója díjat a harmadik nap után, mert még nem volt olyan világjátékok történetében, aki két sportágban nyert volna aranyérmet, úgyhogy az is nagyon jól esett, hogy egy külön kis rendezvényen megkaptam ezt a díjat, és interjúkat kellett adnom, aláírásokat, úgyhogy tényleg úgy éreztem magam, mint egy sztár. Mint egy sztár, és ugye aztán pedig mentetek Kolumbiába, tehát legalább az időzóna az nagyjából. Nem kellett akkor átugrani, mint ugye Pestről Birminghambe. Kolumbia volt ugye a helyszín, ott már jártatok, szép sikereket éltetek el, és hát szerencsére folytatódott a jó sorozat, ugye három arany is egy ezüst lett a jutalmad. Milyen volt a VB? Könnyedebb volt már sokkal, mint a világjátékok, vagy azért ott is élesen kellett maradni? Élesen kellett maradni, és volt egy hetünk közötte, ami egy kicsit ugye azt éreztette velem, hogy itt már vége van a versenynek, és akkor lehet egy kicsit lazítani, de hát nem így volt, úgyhogy egy kicsit nehezebb volt így odaállni a versenyre, nehezebben jött meg ez a versenyhangulat nekem. De hát imádok Kolumbiába lenni, meg ott versenyezni, mert rengetegen kijöttek megint. Most harmadjára voltam Kolumbiában, és még mindig ugyanolyan lelkesek az emberek, és kedvesek. Rengeteg aláírást, képet kellett készítenem, úgyhogy ott is nagyon megbecsültek minket. Jó volt a hangulat, az egy nyitott medence volt, nem mindig volt jó az időjárás, de szerintem itt is jól alkalmazkodtunk, és hát itt az éremtábla elején végzett a magyar csapat, úgyhogy tényleg mindenki nagyon szuperül teljesített. Ugye neked meg lett a 17. felnőtt világbajnoki címed, Dávid edzőként pedig az 50. Hát a csapatról és magáról, ez az 50-es számról ugye olvastam, hogy poénkodtatok, hogy majd ha meg lesz az 50, mehetsz nyugdíjba, de hát fiatal vagy, még azért nem kéne itt szögre akasztani az úszó szemcsét. Attól függ, honnan nézzük, én azért, voltak azért itt olyan évek, például ez a fél év is, amikor szerintem ilyen négyszeresen pörögnek itt a szolgálati idők. Ez a nyár azért tényleg nagyon intenzív volt, és még ugye nincsen vége. Az, hogy összességében a Junior Európa bajnokságon, itt a felnőtt világbajnokságon és a világjátékokon 12 arany, 7 ezüst és 3 bronzérmet szereztek a csapatunk képviselői, az kimagaslóan jó eredmény. Az érmek számában nem is döntöttük meg a tavalyi 24-es rekordunkat, de az aranyérmek számában mindenképpen, és hát azért ezeken az aranyérmeken többen is osztoztak. Szám szerint ugye négyen, vagy név szerint négyen, hiszen a junioroknál Béres Attila, Lipők Larion junior Európa bajnoki címet szerzett. A világjátékokon ugye Holoda Peti nagy bravúrral behúzta a 120-as gyorsat, úgyhogy azért Petra mellett ezúttal az aranyérem halmozásban is partnerek voltak a többiek. És hát ugye mondhatjuk talán nagy szavak, hogy egy korszak félig meddig lezárult, mert ugye már köztudott, hogy aztán most itt az uszonyokat kicsit félretéve jön majd a hagyományos sima úszás. Hát erről a döntésről és tényleg a rövid távú tervekről, mik a célok, akár mind a kettőtöket szívesen meghallgatlak. Nagyon hosszan meghallgatnának, csak lassan lejár az időnk, de tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a váltás, ez hogyan zajl le benned, és hogy ezek után akkor hasonló szintű eredményesség a sima úszók között is? Hát, nagyon remélem. De igen, a fókusz átkerül az úszásra, az lesz az első számú sportágam, már itt a háromból, és hát nagyon szeretnék kijutni az olimpiára, 24-es olimpiára. A világjátékok pedig szerintem nagyon jó lezárása volt így az uszonyos úszó
részének az életemnek, de szerintem én nem mondom azt, hogy ez volt az utolsó versenyen, mert biztos vagyok benne, hogy meg fogom kívánni egyszer-egyszer, hogy felvegyem az uszony majd versenyekre, mert azért mégiscsak azt szeretem a legjobban űzni. De tényleg az úszáson lesz a hangsúly, és most az úszó Európa-bajnokságra készülünk, ami Rómában lesz. Dávid, szakmailag neked? A hétköznapokat ez nem fogja befolyásolni szerintem, tehát edzeni ugyanúgy kell. Az, hogy ott pontosan mit csinálunk, az minimálisan fog változni a korábbiakhoz képest, hiszen ez működő dolog, mint ahogy az érmek is mutatják, és az eredmények. Én azért nem vagyok ebben olyan biztos, hogy a 3 év múlva a Chengdu-i világjátékok után nem fogunk ugyanígy itt ülni és erről beszélgetni, hiszen azért még itt közben szó van egy budapesti rendezésű úszonyos világbajnokságról, amit azért nyilván nem fog Petra kihagyni, ahhoz már nagyon közel van a világjátékok, ami már a Párizsi olimpia után van, szóval azért még ez így gördülhet egy kicsit tovább, de ezt majd meglátjuk. Nyilván a fókusz az tényleg így van, hogy most átkerül majd az úszásra. Hát engem egyébként meggyőztem, hogy Petrát kell szerintem, hogy továbbra is az úszonyokat se felejts el. Hát őszintén gratulálunk tényleg itt az egész médiacentrum nevében ehhez az egész teljesítményhez, és akkor az Európa-bajnokságra Rómához sok sikert. Aztán pedig jó pihenést, és aztán találkozzunk itt a stúdióban minél hamarabb. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, találkozzunk a jövő héten is a viszontlátásra.